százezer néző örül, szurkol és reménykedik. Hát, ha most legyőzi a Vasas a Rapidot a Közép-Európai Kupa döntőjében. A piros-kék játékosok már az elején nagy elánnal vetik magukat a küzdelembe. Ott a labda Radújnál, a jobb szélső szélsebesen fúzál a jobb oldalon, aztán középre íveli a labdát, a 16-oson belül Szilágyi egyszerzi meg, ő középre gulít, és aztán csordás, lő, gól! Akció, pompás gól, 1-0, és már is újra lelenk a támad a balt, és becsapja Hallát, aztán középre gurít. Tessék megfigyelni ezt a gól, csordás lő, gól! Idekintű Ándortól láttam a magyar angolon ilyen pompás testelt és ilyen remek gól. 2-0-ás Vasas vezetésnél a Rapid rendül támadásba. Ott vagyunk a 16-oson belül, a Rapid játékosok nagy harci kedvel vetik magukat a küzdelembe, Rigler lő, gól! 2-1 tehát az eredmény, csak a bécsi Schlachtenbullerek örülnek, a budapesti közönség dermedten figyelte a gólt. Mindenki arra számít, hogy most a Rapid a kiegyenlítő gólért harcol majd. A Vasas védelem azonban remekül áll a lábán. Már is gundzsák ki a labda. A jobb fedezet előre vágja a csatárokhoz. Csordás hátrafelé gurítja a labdát Radújhoz. Radúj lő, gól! Szinte kiszakítja a hálót a labda, olyan erős volt ez a Radúj bomba. A második félidőre 3-1-es vezetéssel vonul ki a Vasas, és már is pompásabbnál pompásabb támadások gördülnek előre. Csordás lő, Gartner kiüklözi a labdát, Szilágyi lő, gól! Gyönyörű gól, 4-1 az eredmény, 3 gól különbséggel vezet a KK döntőben a budapesti Vasas csapata. És a fiúk újra meg újra támadnak, az 5. gól is bent volt már Gartner hálójában, megzavarodik a Rapid védelme, újra ott vagyunk a 16-os tájékán, Szilágyi egy lő, gól! Szilágyi Gyula élete legszebb gólját lőtte talán Gartner hálójába. A 7. is ő lövi, és most Radúj szágul, de Golvic felek, lő is gól! Gól! Egy az eredmény. Álmunkban sem gondoltunk arra, hogy a Vasas csapata a KK döntőjében 8-1-re vezet majd a Rapid ellen, és még nincsen vége. Igaz, hogy most Szilágyi Gyula Hanapival együtt elesik. A Rapid védelme tehát fölszabadít, föltől a jobb fedezet vágja előre a labdát, Halla megy rá, és kihasználja a Vasas védelem pillanatnyi megingását. Középre teszi a labdát, és Rigler hátáról behull a hálóba a kocsagól. 8-2. A Vasasban azonban van még erő. Újrakezdés után Bundzsák labdájával Teleki szágul, de lövés, gól! 9-2 tehát a végeredmény. A Közép-Európai Kupa győztese 270 perces küzdelem után a nagymúltú Vasas csapata lett. Szilágyi Gyula meghatottan veszi át a pompás serleget, és a turkolók boldogan veszik vállukra a kapitányt. Gratulálok!